te igéd által. Ezt kérjük Jézus a te nevedben. Amen. Római levelet tanulmányozunk most már sokadik alkalommal hétfőről hétfőre, és ugye elérkeztünk most már a múlt alkalommal a római levél 13. fejezetéhez, ahol nagyon sok izgalmas kérdést vizsgálunk. Ugye láttuk, hogy már a 12. fejezettől kezdve Pál apostol a római levélben a keresztény élet gyakorlatával kezdett el foglalkozni. Igazából a gyakorlati kérdésekkel, hogy hogy éljük a kereszténységet. Láttuk azt, hogy igazából a kereszténység gyakorlata a kapcsolatainkban mutatkozik meg. Mi kapcsolatokra vagyunk teremtve. Arra lettünk teremtve, hogy nem magányos partizánként valahol éljük az életünket, hanem kapcsolatokban éljünk. Kapcsolatban az Istennel, kapcsolatban egymással el lettünk teremtve. És láttuk ugye már a 12. fejezetben az első két vers beszélt arról, hogy milyen legyen a kapcsolatunk az Istennel. Az Istennel való kapcsolatról beszéltünk. Aztán a 12. fejezet 3-tól 8-ig terjedő verseiben arról szólt az ige, hogy milyen kapcsolatunk legyen önmagunkkal. Ha magunkról rosszul gondolkozunk, akkor nem fogunk tudni jó kapcsolatokat se kialakítani. Kik vagyunk mi, és hogyan gondolkozunk magunkról? Ezt láttuk. Aztán a 9-től a 16-os versek a 12. fejezetben arról szóltak, hogy egymással milyen kapcsolatokat alakítsunk ki. Milyen legyen a kapcsolatunk egymással. És végül a 17-től a 21-es versek, ahogy láttuk, arról a kérdésről szóltak, hogy milyen legyen a kapcsolatunk az ellenségeinkkel. Mert sajnos vannak ellenségeink. És hozzájuk, hogyan viszonyuljunk. Ugye ez volt a 12. fejezet, nagyon sok kapcsolat. Kapcsolatok mindenfelé. Erről szólt. Ez tényleg a gyakorlat. Aztán elkezdtük a 13. fejezetet a múlt alkalommal, és hát egy nagyon izgalmas kérdés volt, amit vizsgáltunk az első hét versben. Milyen legyen a kapcsolatunk az állammal? És ugye én beszéltem arról, hogy mi nem politizálunk. Isten nem arra hívott el engem, hogy bármilyen politikai nézetet terjesszek. Isten arra hívott el, hogy az ő igéjét terjesszem. És pusztán az ige alapján néztük meg, hogy milyen viszonyulásunk legyen a fölöttünk lévő hatalmakkal, emberi hatalmakkal, az állammal, a kormánnyal. Láttuk azt, hogy Isten igéje három fontos dolgot mond el nekünk. Egyrészt az, hogy az állam intézménye az Istentől van. Tehát ő alapította ezt az intézményt. Másodszor láttuk, hogy az állam feladata a népszolgálata. A törvény betartása. Ugye beszéltünk erről. És harmadrészt láttuk azt, és lehet, hogy számunkra ez a legkényesebb dolog, hogy az államnak engedelmeskednünk kell. Isten igéje még azt is írja, hogy ha az állam igazságtalan, és hát a történelmet nézve azért elég sok igazságtalan államot, kormányt, királyságot, korszakot látunk, és mégis Isten igéje azt mondja nekünk, hogy engedelmeskedjünk az államnak, meddig? Egészen addig, amíg az állam rendelkezései és törvényei nincsenek direkt ellentétben Isten akaratával. Ugye erről beszéltünk múltkor részletesen, aki nem volt itt, az hallgassa meg a múltkori alkalmat, ott ezt kifejtettük. És hát most érkezünk el ugye a 8. vershez, tehát a római levél 13. részét tanulmányozzuk, és a 8. verstől a 10. versekig fogom most olvasni, és előre bocsátolom, hogy azt, hogy újra kapcsolatról lesz szó. Megint kapcsolatokról beszélünk. Isten törvényéhez való kapcsolat. Ez lesz a mai téma, mert erről szólnak ezek a versek. De akkor először felolvasom. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze, szerest fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A
A szeretet tehát a törvény betöltése. Három vers, amit felolvastam, de annyira gazdag, hogy a mai alkalommal csak erről a három versről fogunk beszélni, mert ilyen gazdag az üzenet. Úgyhogy versről versre fogjuk nézni, hogy mit is mond itt nekünk Isten. A nyolcadikat, az elsőt, amit vizsgálunk, újra felolvasom. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ennek az igeversnek az első fele arról szól, ugye, hogy azt mondja, hogy senkinek ne tartozzunk semmivel. És hát sokan ezt úgy értelmezik, hogy a keresztény embernek nem lehet adóssága, vagy nem kérhet kölcsön. Ugye, hogy nem tartozhat senkinek. Ugye, hogy ezt jelenti. Ugye nem vehetünk fel a banktól kölcsönt, vagy mástól nem kérhetek kölcsönt. Sokan ezt így értelmezik, és sokan így tanítják ezt az igét, de ez nem ezt jelenti. Ez nem ezt jelenti. Miért nem? Hát már csak azért sem ez a helyes értelmezés ennek az igének, mert hogyha megnézzük az előző verset, amit a múlt alkalommal utolsó verse volt, a hetedik, az éppen arról szól, hogy az állammal szembeli adósságainkat fizessük be. Én felidézem, hogy mi volt ez a hetedik vers. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Tehát ez a vers, ez éppen azt mutatja meg, hogy lehetünk olyan állapotban, hogy adósak vagyunk. Ugye? Hát, és adjuk meg az adósságunkat. Tehát épp ezt mondja ez az ige. Tehát nem igaz az az értelmezése a nyolcadik versnek, hogy a keresztény ember nem vehet fel kölcsönt a banktól, vagy nem kérhet mástól kölcsönt. Mert ilyen lehetséges, és akkor a tartozás állapotába kerülünk. És ezzel nincs is probléma. A probléma azzal van, hogyha az a szerződés, ugye, amit valakivel kötöttünk, mondjuk a bankkal, vagy egy másik személlyel, ott ugye van egy határidő, amíg vissza kell fizetnünk azt a pénzt. És hogyha azt nem tudjuk megtenni, akkor kerülünk bajba. Egyébként Jézus is beszél erről. Jézus is megengedi azt, hogy kölcsön kérjünk és kölcsön adjunk. Sőt, még fel is szólít rá. Nézzük csak meg Máté evangéliuma 5. részének 42. versében ezt olvassuk. Aki kér tőled, annak adj. És aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Tehát Jézus pont arról beszél, hogy ilyen lehetséges. Sőt, fel is szólít erre. Ugyanakkor persze azért hagyd tegyem hozzá, hogy Isten igéje felszólít bennünket felelősségteljes gondolkozásra. Az adóssággal kapcsolatban, a kölcsönvétellel kapcsolatban. Példabeszédek könyvének 22. részének 7. verse. A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. Hát ez egy jó kis figyelmeztetés, ugye, hogy az adósságnak van egy veszélye. Hogyha valaki adósságban van, és nem tudja azt visszafizetni időben, akkor ott van az a veszély, hogy kiszolgáltatottá válik. Tehát az adós az kiszolgáltatott lesz a kölcsönadónak. Ugye ez a veszély. Ezért az ige alapján azt látjuk, hogy a keresztény ember az vehet fel kölcsönt, kérhet kölcsönt, de azért jól gondolja meg. Azért gondolja meg Isten előtt, hogy vajon annak a kölcsönnek a visszafizetésére képes-e. A belátható erőforrásai alapján, ahogy tervezni tud, persze mindent nem láthatunk előre, de azért Isten ad bölcsességet. Nem véletlenül adott nekünk értelmet, nem véletlenül adott nekünk sok mindent, amit tudunk használni, és hát ő maga is vezet bennünket ebben. Úgyhogy felelősségteljesen lehet kölcsön kérni. Tehát ennyit erről akartam mondani, mert sokan ezt félre értelmezik, ezt az igét. De azonban itt ennek az igeversnek sokkal fontosabb az üzenete, mint pusztán ez, hogy most lehet-e kölcsön kérni, vagy nem. Ez csak a bevezető Pálnak. Az apropó, hogy elkezdjen valamit mondani, ami viszont nagyon fontos. Egy sokkal fontosabb dologra mutat rá, hogy van egy olyan adósság, neked is, meg nekem is, amit soha nem tudunk visszafizetni.
erről beszél itt. És azt mondja, hogy ez az az adósság, hogy szeressük egymást. Szeretett adósok vagyunk. Adósak vagyunk azzal, hogy szeressük egymást. Miért? Miért vagyunk adósak? Ugye először is azért, mert adósai vagyunk Istennek. Adósai vagyunk Istennek. És Isten kéri ezt tőlünk. Hiszen van egy hatalmas adósságunk, a bűn, a bűneink. És ezt az adósságot csak a bűn büntetésével lehet kifizetni. Nincs más mód. A bűn zsoldja a halál, ugye mondja az ige. A bűnnek van következménye. Ha úgy fogalmazunk, mint adósság, akkor ezt a bűn büntetésével tudjuk megfizetni. És mi a bűn büntetése? A pokol. Ebben világos az ige. Teljesen világos. A bűn büntetése a pokol. És ezért halt meg Krisztus a kereszten, hogy ő elszenvedje a mi bűneink büntetését, hogy ezt az adósságot ne nekünk kelljen kifizetni. Tehát ez az, amiért mi adósai vagyunk az Istennek. Most már nem vagyunk adósai az Isten igazságának, mert ezt Jézus betöltötte. Azt az igazságot, hogy a bűn büntetést érdemel, ezt Jézus kifizette. Ezért felénk már nincs ilyen igénye az isteni igazságszolgáltatásnak. Nem azért, mert mi kifizettük volna az adósságot, hanem ugye azért, mert Krisztus kifizette. És ezt, mint ajándékot fogadjuk el. Aki ezt elfogadta, ezt hívják megtérésnek. Elfogadjuk ezt az ajándékot, az örök élet ajándékát. Mit tehetünk akkor? Ugye nem tudjuk ezt letörleszteni, nem tudunk semmit tenni. Hálásak vagyunk. Hálaadósok vagyunk. Így is mondhatnám. Hálaadósok vagyunk. Ha már semmit nem tudunk tenni, a hálánk az, amit ki tudtunk fejezni az Isten felé. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindannyian megértjük, és sokszor ezzel nem foglalkozunk. Sokszor keresztényként is, talán a megtérés után évekkel nem gondolkozunk erről. Arról, hogy mi adósok vagyunk, és volt egy adósságunk, amit Krisztus kifizetett. Mert ezt csak az érti, aki először is pontosan tisztában van a saját állapotával. Azzal az állapottal, hogy romlott a természete, és a bűn benne van, és hogy el van veszve. És aki ismeri, felismerte, és elfogadta Krisztus megváltását. Az hálás. Ugyanis a hála annak a szívébe automatikusan keletkezik. Mert ha nem történik meg, akkor valamit nem értett meg. Hálás mindazért a kegyelemért, amit az Isten tett vele. Mi a kegyelem? Ezt már elmondtam sokszor, de újra elmondom. A kegyelem olyan valami, amikor kapok valamit, ami nem járna nekem. Kaptam az örök életet, pedig nem járna nekem. Kapom az Isten szeretetét, pedig nem járna nekem. Kapom az Isten gondoskodását, pedig nem járna nekem. Kapok sok mindent az életben, pedig jár ez nekem? Nem jár nekem. Ez a kegyelem. Sokszor fel sem ismerjük, hogy mennyi kegyelmet áraszt ki ránk az Isten. És aki megérti a kegyelmet, az tudja, hogy miről beszélek. Az tudja, hogy mit jelent ez az adósság. Ez a hálaadósság. És ahogy mondtam, ezt kifizetni nem tudjuk. Mit tudunk csinálni? Élvezhetjük a kegyelmet. Elfogadhatjuk, élvezhetjük, és hálásak lehetünk ezért. És még valamit csinálhatunk, és ezt kéri most itt ez az ige tőlünk. Azt, amit az Isten velünk tett. Szerethetünk mi is. Szeretetre hív ez a vers, ugye? Mert arról van szó, hogy adósok vagyunk azzal, hogy szeressük egymást. Arra szeretetre, hogy az Isten szeretett minket,
mi is válaszolhatunk. Egyébként másképp nem is tudna működni. Magunktól nem tudnánk szeretni. Ha nem értjük meg az Isten szeretetét, hogyan tudnánk egymást szeretni? Úgy. Úgyhogy fontos ez hozzá, hogy megértsük az Isten szeretetét. A szeretet adósságát még nem tudjuk kifizetni. Ugye, ha kölcsön kapsz valakitől mondjuk 10.000 forintot, és visszafizeted, akkor ugye azt mondhatod, hogy hát letörlesztetted az adósságot. Ugye, ez így világos. Ha viszont valaki felé szeretetből teszel valamit, akkor nem mondhatod azt, hogy most már letörlesztetted a szeretet adósságod, és akkor már nem kell szeretned. Ez egy olyan adósság, amit nem lehet letörleszteni. Ez egy olyan valami, amit az Istentől megtanulhatunk, hogy ő is csak kiárasztja ránk a szeretetét. Mennyi sok szeretet megy veszendőbe? Mennyi sok kegyelem, amit így kijönt, megy veszendőbe? Mert észre se vesszük. Vagy ami még rosszabb, megtapossuk. Visszautasítjuk. Nem kell. De az Isten folytatja. Önti és árasztja tovább a szeretetét. Ugyanúgy viszonyul. Nem azt mondja, hogy nem kell a szeretet? Jó, nem kapsz. Én így cselekednék. De én ember vagyok. Egy bűnös ember. De az Isten nem ilyen. Milyen jó, hogy az Isten nem olyan, mint én. Mert már többször rájöttem. Ez egy nem biztos, hogy olyan nagy felfedezés, de én felfedeztem ezt is. Az Isten nem olyan. Az Isten ugyanolyan. Akár elutasítod, akár nem. Akár szereted, akár nem. Az Isten ugyanúgy szeret mindig. Az Isten nem szeretett régebben kevésbé, és nem fog jobban se szeretni. Ha te leszel a legnagyobb szolgája az Istennek, és mindenféle szolgálatokat csinálsz, mit tudom én, mit csinálsz Istenért, attól nem fog jobban szeretni. Az Isten szeretete nem függ attól, hogy te mit csinálsz. Ugye erről beszéltünk már, az agapéről, emlékezzetek rá. Feltétel nélküli szeretet. Ez az Isten szeretete. Ezt tanulhatjuk meg tőle. Ugye a 8. versben azt is olvastuk, hogy ha egymást szeretjük, ezzel betöltöttük a törvényt. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Ha egymást szeretjük, azzal betöltöttük a törvényt. De miért? Hát erre válaszolnak a következő versek, a 9-est és a 10-est hagy olvassam ugye újra. Mert azt, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Pál itt mit csinál? A 10 parancsolatból felsorol néhányat, és azt mondja, hogy mindezeket a parancsolatokat össze lehet foglalni valamiben. Azzal lehet összefoglalni, hogy szeressük egymást. Miért? Azért, mert Pál a 10. versben azt mondja, hogy a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. És ez egy nagyon fontos gondolat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, hanem jót tesz neki. Jót tesz vele. És ugye, ha megnézzük például a 10 parancsolatban az utolsó 5 dolgot, amit felsorol, az pont ugye a kapcsolatainkkal kapcsolatban elkövetett bűnök, amit itt Pál említ, nézzétek csak meg, vegyük végig. Az ölés az megfosztja az életétől. A paráználkodás megfosztja a tisztaságától. A lopás az megfosztja a tulajdonától. A hamis tanúság megfosztja a jó hírétől. A más tulajdonának kívánása pedig a békességtől. Ezek mind elvesznek. Ezek mind rabolnak. Ezek mind olyan dolgok, hogy elvesznek valamit. És vannak köztük olyanok, amiket már nem is lehet visszaadni. Vissza lehet valakinek adni a tisztaságát? Nehéz kérdések ezek, ugye? Súlyos kérdések. Nem véletlenül szerepelnek ezek a 10 parancsolatban sem. Tehát azt mondja Pál, hogy ezek a dolgok mind rosszat tesznek a fele barátunkkal. És a szeretet lényege pedig abban van, hogy nem rosszat teszünk, hanem jót teszünk. A törvény betöltése tehát az, hogy szeretjük egymást. Ugye a törvényről beszéljünk egy kicsit, mert sokszor ez is keveredik a fejünkben, hogy mi az, hogy törvény.
Ugye erről beszéltünk már a római levél kapcsán, mert Pál a római levél 7. részében részletesen beszél arról, hogy mi a törvény, és mi a viszonyunk a törvényhez. Tehát ez nem új gondolat, ami most itt megjelenik, erről már ő részletesen beszélt. Mi a törvény? Hát a törvény egy szabályrendszer, ami megmutatja, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmondja azt, hogy mit tegyél és mit ne tegyél. A törvény, vedd észre, a törvény Isten élettelen megszemélyesítője. A törvény Isten élettelen megszemélyesítője. Azért volt rá szükség, csak azért volt rá szükség, mert a bűneset következménye az volt, hogy az ember elszakadt az Istentől. Nincs kapcsolata már az Istennel. Nem tudja, hogy mit akar az Isten. Mi a jó, és mi a rossz. Akkor vált szükségesé a törvény, hogy valamilyen módon helyettesítse az Istennel való személyes kapcsolatot. Nagyon szomorú dolog, hogy az Istennek törvényt kellett adnia. Nem így volt ez kezdetben. De törvényt adott az Isten, hogy az ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, mivel vele már nem volt kapcsolata. De az az érdekes, hogy Istennek nem az volt a célja a törvénnyel, hogy ő ezentúl személytelen szabályrendszereken keresztül fog kapcsolatba lenni az emberrel. Nem ez volt a célja. Istennek már a törvény adásakor az volt a célja, hogy visszaállítsa a személyes kapcsolatot az emberrel. A törvény erre nem képes, mindjárt megmondjuk, hogy beszélünk arról, hogy mire képes a törvény. Sőt, a legmegdöbbentőbb dolog az, hogy Isten nem azért adta a törvényt, hogy azt az ember betartsa. Ugye erről már beszéltem. Ez megdöbbent, hogy azt gondoljuk, hogy ugye azért van a törvény, hogy ezt betartsuk. Ez így is van, csak hogy Isten tudott valamit. Az ember nem tudja betartani a törvényt. És ő ezt tudta előre, hogy az ember nem fogja tudni betartani a törvényt. Miért? A bűn miatt, ami bennünk van, ami miatt a természetünk romlott. Ezt Isten tudta. Hát akkor miért adta Isten azt a törvényt, amiről úgy is tudta, hogy az ember úgyse tudja betartani? Azért ez jó kérdés, nem? Mert kicsit nem logikus a dolog. Meg kéne magyarázni. Hát Isten igéje megmagyarázza nekünk. Azért adta Isten azt a törvényt, amiről tudta, hogy az ember úgyse tudja betartani, mert ezt az ember nem tudta. Mert az ember mindig is azt gondolta magáról, a büszke ember, hogy ő tudja, hogy mi a jó. Hogy ő tudja, hogy mi a helyes. Hogy ő tud élni. Hogy ő meg tud állni az Isten előtt. Az ember mindig is azt gondolta magáról, hogy ő valaki. Azért kellett a törvény, hogy Isten tükröt állítson az embernek, és megmutassa neki, hogy hoppá, nézd meg a tükörben magad. Valóban? Tudod, mi a helyes, és úgy tudsz élni? Hát ezért adta Isten a törvényt. Mert az ember nem volt tisztába önmagával, hogy ő nem tudja betartani azt, hogy mi a helyes, nem tud úgy élni. A törvény szerepe ezért, hogy térdre kényszerítse az embert, hogy megtörje a büszkeségét. A törvénynek az a szerepe, hogy az ember eljusson a teljes kétségbeesésig, és azt mondja, hogy nem tudom, kész. Megpróbáltam, nekifutottam, hogy úgy éljek, ahogy az Isten akarja, nem tudok. Nem megy. Kétségbeesés. Teljes. El vagy. Nem, nincs tovább. Na ez volt a cél. A kétségbeesés volt a cél. Mert ez kell, hogy megtörjön a büszkeségünk. Ez kell ahhoz, hogy meglássuk azt, hogy nem megy a saját erőnkből. Igen. Azért adta Isten a törvényt, hogy te kétségbe essél. És kiáltsál. Mert csak ebben az állapotban kiáltasz megváltó után, különben nem. És nem térsz meg. Ilyen egyszerű. Nem térsz meg. Nincs szükséged megtérésre. Mert nem érzed az elveszett állapotod. Nem döbbensz rá az elveszett állapotodra. És nem térsz meg. Ezért össze kell törni. Téged is, engem is.
mert ha az elveszett állapotomat felismerem, csak akkor kiáltok segítségért, csak akkor nem állok úgy tovább Isten előtt, hogy hát azért vagyok valaki, valamit fel tudok mutatni az Isten előtt, és a törvény megmutatja azt, hogy nem tudok semmit felmutatni az Isten előtt. Azért kellett a törvény, hogy belássa az ember, hogy képtelen azt betartani, és szüksége van a megváltóra, a megváltásra. Hát ez volt a törvény célja. A törvény hozta világosságra a bűnt. Ha nem lenne törvény, akkor nem tudnám, hogy rosszat csinálok. Hát honnan tudnám? A törvény megmutatja nekem, hogy ahogy én élek, az rossz. Különben nem tudnám. Ilyen egyszerű. Hát ezért adta Isten a törvényt. Tehát a törvénnyel nincs semmi baj. Velem van a baj. Nem tudom betartani. Nem tudok úgy élni. És Istennek nem is az volt a megoldása, hogy én a saját erőmből betartsam a törvényt, hisz, mint mondtam, ő tudta, hogy úgyse tudom betartani. Ez nem változtat az Isten célján, hogy a törvényt tartsam be, csak neki más megoldása van. Ugye mi a mi megoldásunk? Összeszedem magam. Fölállok. Összeszedem minden erőmet, és újra nekifutok. Majd csak meg. Ez az én megoldásom. Istennek más megoldása van. Erről beszéltünk, ugye? A hetedik rész után, most felidéztem gondolatokat a hetedik részből, a nyolcadik részben mondta el Isten a megoldást. Mi a megoldás? Ő akarja bennem betartani a törvényt. Bármennyire misztikusnak hangzik is ez, és furcsának, az Isten igéje azt mondja, hogy ha valaki újjászületik, abban Isten szent lelke van, és ha az átveszi az uralmat az ember felett, akkor az ember úgy tud élni, ahogy a Szentlélek benne megéli a Krisztust. Lehetséges a törvényt betartani, csak nem olyan úton és módon, ahogy a mi gondoltuk, hogy majd összeszedem magam. Úgyhogy ha te azzal próbálkozol, hogy összeszeded minden erődet, hogy betartsd az Isten törvényét, akkor most mondom neked, hogy hagyd abba! Legjobb, ha most abba hagyod, mert kudarcra van ítélve minden próbálkozásod. Lehet, hogy furcsának tűnik, hogy ilyeneket mondok, de ez az igazság. Vagy hát próbálkozz még egy darabig, ha még nem jöttél rá, hogy nem sikerül. A megoldás az Istentől, amit elmondott nekünk az ige az, hogy beismerem, nem tudom betartani a törvényt. Szükségem van Krisztusra. Szükségem van, hogy az ő szent lelke betöltsön engem, és vezessen engem. Hogy adjon nekem erőt azokhoz a döntésekhez, hogy meg tudjam tenni azokat a dolgokat, és legfőképp ahhoz, amiről ma beszélünk, hogy tudjak szeretni. Mert ma erről van szó. Ugye erről beszél az ige, a törvény betöltése a szeretet. Eljutottál már oda, hogy felismerted, hogy nem tudod betartani az Isten törvényét? Szerintem ezt meg kéne mindannyiótoknak válaszolnia magának. Eljutottál már oda, hogy felismerted azt, hogy Istennek az a terve, hogy ő akar élni benned, hogy betartsa a törvényt? Elhiszed ezt? Igent mondtál már erre? Mert erről szól az ige. Egyszer egy törvénytudó megkérdezte Jézust arról, hogy mi a nagy parancsolat. Máté 22, 36-tól 40-es verseiben ezt olvassuk. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Mit mond ebben Jézus? Azt mondja, hogy két dolog, ami a törvény lényege. Szeresd az Istent, és szeresd a fele barátodat.
Annyira jó, hogy összefoglalja Jézus nekünk a lényeget. Tudjátok, a zsidók a törvényt 613 pontba foglalták. Erről már beszéltem ugye nektek, hogy ők szépen lebontották, mindenféle eseteket vizsgáltak, végül volt egy nagy könyvük, 613 pontba összefoglalva az Isten törvénye. Hát nem tudom, hogy tudták megjegyezni, nekem problémám lett volna vele, az biztos, de hát megcsinálták. Ezt a 613 törvényt, amit az igéből vezettek le, tehát nem azt mondom, hogy ezek rossz dolgok, össze lehetett foglalni 10 törvénnyel, ugye ez a 10 parancsolat, amit a 2 Mózes 20-ban olvasunk. Ugye ezt mindannyian ismeritek. Ugye ma is szó volt ebből 5-ről. A 10 parancsolatot pedig össze lehet foglalni abban a 2 parancsolatban, amit itt Jézus mondott. Ő maga foglalta itt össze, ugye? Itt a Máté 22:36-40-ben. És ezt a 2 parancsolatot, ha nagyon akarjuk tovább összefoglalni, egyetlen egy szóban lehet összefoglalni. Szeretet. Én mindig szeretem azt, hogyha a dolgok lényegét megragadjuk. Akármikor, ha olvasok egy cikket, vagy bármit, én mindig a lényeg kiemelés, hogy mondjam, hóbortját csinálom, ugyanis szeretem a lényegét tudni a dolgoknak, és minél előbb megérteni. Mert sokszor a memóriám korlátai miatt nem tudok mindent megjegyezni, de egy dolgot szeretnék megjegyezni, mindig a lényeget. Mikor elolvasok egy cikket, vagy egy könyvet, szeretem magamnak összefoglalni legalább 3 mondatba, hogy mi volt a mondani valója. Ha nem tudom, akkor kár volt elolvasni. És ezzel nem azt mondom, hogy a részletek nem fontosak, de hogy nem. Azoknak ott a maga helyén megvan a szerepük. De hiszem, hogy a lényeges dolgok, azok viszont annyira fontosak, hogy azokat tudnunk kell. Azok ott kell, hogy bennünk legyenek. Hogy világosan lássuk. És itt most arról beszélünk, erről beszél nekünk ez az ige, hogy minden törvény, amit az Isten adott, tehát Istennek minden gondolata arra nézve, hogy mi hogy éljünk, hogy mit tegyünk, az egyetlen egy szóban összefoglalható szeretet. Szeretet. Ez nagyon fontos, és az is fontos, hogy így lássuk az életet. Ugye nem arról van szó, hogy Isten ad nekünk egy törvénylistát, és azt mondja, hogy itt vannak dolgok, ezek tilosak. Általában ezeken olyan dolgok vannak, amit igencsak kívánunk, ugye? És vannak dolgok, amelyeket csinálj meg. Kötelezőek. Ezt kell csinálnod. Azokon meg azok a unalmas dolgok vannak, amiket nem szeretünk csinálni. Van, aki így gondolkozik Istenről, hogy Istennek van egy törvényrendszere, és akkor annak meg kell felelni. De a valakinek az élete erről szól, csak ez nem a keresztény élet. Hadd mondjam el, hogy a kereszténység nem erről szól. Nem erről szól. A keresztény élet az egy személyes kapcsolat. Ugye megint a kapcsolat, kulcsszó, jegyezzétek meg. Egy személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Tehát nem egy törvénynek való megfelelés, hanem egy kapcsolat. Méghozzá kapcsolat azzal, aki a legjobban szeret. És akit te is talán már a legjobban szeretsz. Mert felismerted ezt a szeretetet. Akinek ismered az akaratát is, a gondolatait is, a törvényből. Akinek átadod magad, és az ő lelke, aki benned él, ő megéli a törvényt. A keresztény élet az nem arról szól, hogy egy kegyetlen Isten kemény szabályainak próbálunk megfelelni. Ez egy nagyon hamis kép az Istenről. Sok embernek hamis képe van az Istenről, hamis képe van a törvényről, hamis képe van a kereszténységről. Hát mondjak, hagyd mondjak egy hasonlatot. A hasonlatok azok sokszor segítenek. Vannak dolgok, amiket nagyon nehéz elmagyarázni, de vannak dolgok, amelyek hasonlatok, és nagyon jól megragadják a lényeget. Újra a lényeget. Tudod, mit mondok neked? A keresztény élet
az egy szerelem. Szerelem. Én nem tudom, hogy te a szerelemről mit gondolsz, hogy átélted-e már, de én azt gondolom, hogy a szerelem az talán, ami a legjobban hasonlítható ahhoz, ami Jézus és a keresztény ember között van. Én szerelmes vagyok, én halálosan szerelmes vagyok a feleségembe. Fantasztikus feleségem van, gyönyörű, és teljesen el vagyok tőle ájulva. Gyönyörködöm benne. Szeretek vele lenni. Szeretem minden mozdulatát. Szeretném minden egyes másodpercét az életemnek vele együtt eltölteni. Még akkor is, hogyha nem csinálunk semmit, csak együtt vagyunk. Mert olyan jó vele. Na most Isten ilyen szerelmes. Beléd. Beléd. Gyönyörködik benned. Lehet, hogy te nem tudod, hogy miben gyönyörködik, de ő gyönyörködik. Különlegesnek tart. Szeretne veled lenni mindig. Szeretne beszélgetni veled mindig. Szeretné, ha elmondhatná az ő gondolatait neked, hogy miket gondolt a te életedre. Jó dolgok, nem rosszak. És szeretné azt, hogy te is elmondd neki a te gondolataidat, vagy félelmeidet, aggodalmaidat, mindent, ami benned van. Szeretne időt tölteni veled, mert ő egy szerelmes, a te szerelmesed. Ha valaki azt gondolja, hogy túlzó ez a kép, amit én használok, akkor azt mondom, hogy ez teljesen bibliai. Nem véletlen, hogy Isten igéje úgy beszél Krisztus és az egyház kapcsolatáról, mint a házaspárok kapcsolatáról. Ugye a házasság képénél ír pont Pál apostol erről egyébként. És igenis, Isten szerelmes beléd. Ha tudni akarod részletesen, hogy mit mond neked a te szerelmesed, olvasd el az Énekek énekét. Mert ha nem tudtad volna, akkor elmondom neked, hogy az Énekek éneke az Isten szerelmi költeménye feléd. Az Isten szerelmes beléd. Ez az a kép, ez az, amivel legjobban meg tudom gyarló módon az emberi szavakkal, ahogyan én formálom, de mégis megpróbálom megközelíteni, hogy mit érez az Isten feléd. A legbensőségesebb, a legintimebb kapcsolatot a szerelmesek élik meg egymással. Senki nem tud rólam olyan dolgokat, amiket a feleségem tud. És én tudok róla olyan dolgokat, amiket más nem tud. Senkivel nem vagyok olyan egységben, mint a feleségemmel. Ugyanezt akarja az Isten veled, mindannyiunkkal. Szeretné hallani a hangodat. Hogy hallhatja a hangodat? Amikor imádkozol. Mikor dicsőíted. Szeretné, ha te is meghallgatnád az ő hangját. Hogy hallhatod az ő hangját? Mikor olvasod az igét. Mikor hallgatod az igét. Szeretné, ha kitárnád a szívedet előtte. Elmondanád a legbelsőbb érzéseidet is. Amilyen állapotban vagy. Szomorú vagy? Mondd el. Örvendezel? Mondd el. Lázadsz az Isten ellen? Mondd el! Lázadj! Lázadj, de az Istennek! Az Istennek mondd el a lázadásod. Tudod, mennyire örül neki? Hogy neki mondod el, és nem másnak. És aztán majd ő beszél veled, és lecsillapít. Akármit csinálsz, csak a kapcsolatot ne szakítsd meg. Ne szakítsd meg a kapcsolatot. Ha már kapcsolatban vagy vele, és ezt a kapcsolatot építed, ha ez a kapcsolat fontos neked, akkor minden jó úton van.
Sőt, ha még te szeretnéd ezt még jobban, időt szánsz rá, hogy vele töltsél időt, hogy megnyitod magad, gondolkozol, kiáltasz, akkor nagyon-nagyon mély lesz ez a kapcsolat. Nagyon-nagyon mély lesz ez a kapcsolat. Az Isten a te szerelmesed. Erről szól a kereszténység. Akinek a kereszténysége nem erről szól, az nem kereszténység. Azt lehet vallásnak hívni, meg mit tudom én minek, de roppant unalmas dolog lehet. Nem arra hívott el az Isten, hogy te vallásos legyél, hogy te rituálékat csinálj meg, hogy te megfelelj egy szabályrendszernek, hogy ez legyen az agyadba, hogy te félj az Istentől, aki szerelmes beléd. Hát micsoda gondolat ez? Félsz az Istentől, aki szerelmes beléd? Nem kell félned. Az Isten szeret. Erre a kapcsolatra hív el az Isten. Erről szól Isten igéje. És nekünk erre van szükségünk. Tudod, hogy mi minden embernek a legbensőbb szüksége? Még akkor is, ha nem vallja be. Szeretve lenni és szeretni. Mindenki arra vágyik, hogy szeretve legyen. Hogy engem szeressenek. És ez egy bukott világ, egy deformált világ, amiben élünk, és sokunk nem kaptak szeretetet. Lehet, hogy olyan családban nőttél fel, hogy a szülőktől nem kaptál szeretetet. Lehet, hogy nem is voltak szüleid. Lehet, hogy olyan környezetben vagy, olyan barátaid voltak, hogy igazából nem szeretett senki. És nem is tudod, hogy miért vagy olyan szomorú. Elmondom neked, a szíved mélyén arra vágysz, hogy szeressen. Akár bevallod magadnak, akár nem, akkor is erre vágysz, hogy szeressenek. Mindannyiunknak ez a legbensőbb, legmélyebb szüksége. Nem tud ember kiteljesedni ezen a földön, anélkül, hogy ezt ne kapná meg. Lehet képmutatónak lenni, el lehet játszani egy egész életet, de minek? Minek? Semmi értelme. És az a csodálatos dolog, hogy te ezt elveheted, ezt az ajándékot, ezt a szeretet ajándékot. Hogy van valaki, aki úgy szeret, aki szerelmes beléd, lehet, hogy ezen a világon téged senki nem szeret. Mondjuk így gondolod. Én ezt nem tudom megítélni, de egy dolgot megtudok, hogy egy valaki biztos szeret, az élő Isten. És az tud rólad, tudja a te gondolataidat, tudja, hogy mi van benned, tudja, hogy mivel küszködsz. És ő szeret téged. És ha megtapasztalod ezt a szeretetet, akkor tudsz majd te is szeretni. És erről beszél nekünk ez a vers, hogy a törvény betöltése a szeretet, ezt olvastuk, mert miután megértettük az Isten szeretetét, föllobban a tűz bennünk, és mi is tudunk szeretni. És utána már be is fogjuk tartani a törvényt, mert be akarjuk tartani. Emberi erővel nem megy, hát nem is próbálkozunk emberi erővel. Hát Krisztus él bennünk, és átengedjük neki. Hívjuk őt. Kérjük őt, kiáltunk hozzá, hogy meg tudjuk tenni azt, ami lehetetlen számunkra. És megtanuljuk, mit jelent szeretni. Erről szól ez a vers. Én arra szeretnélek bíztatni mindannyiótokat, hogy ismerjétek meg ezt a szeretetet. Hogy legyen egy olyan kapcsolatotok az Istennel, amit nem lehet mással minősíteni, csak szerelemmel. Jó? Ez a házi feladat. Ez nagyon fontos. Az Istennel való kapcsolatodat lehessen úgy minősíteni, hogy ez egy szerelem. Ha ez így van, akkor te kereszténységet élsz. Ha nem, akkor valami nem stimmel. Valami rossz a képed az Istenről, nem bízol benne, nem adod át magad neki, félsz tőle, vagy nem tudom mi van. De nem érdemes más utakat keresned. Legyél szerelmes.
Azzal szeretném befejezni, hogy felolvasom azt, amit Pál apostol a szeretetről írt az első korintusi levél 13. versébe. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyan lá lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, hogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük azt neked, hogy te vagy a mi szerelmesünk. És köszönjük, hogy a te szeretetedet abban mutattad be, hogy a te egyszülött fiadat odaadtad értünk. Köszönjük Jézus, hogy te értünk voltál a kereszten, hogy meghaltál a bűneinkért, hogy a bűn adósságunkat kifizetted. Köszönjük azt, hogy már az isteni igazságszolgáltatásnak semmi dolga velünk, mert te kielégítetted azt. Köszönjük, hogy új életünk lehet, hogy örök életünk lehet, és köszönjük, hogy itt a földi életünkben is, ebben a bűnös testben is velünk vagy, bennünk vagy, bennünk élsz, és meg akarod élni a törvényt. És arra hisz, hogy tudjunk szeretni. Azért imádkozunk, hogy megismerjük jobban a te szerelmedet, mert igazából akkor fogunk csak mi is jobban tudni szeretni. Köszönjük a te szerelmed nekünk. Köszönjük, hogy ez nem múlik el. Ez megmarad örökké. Köszönjük ezt Jézus nevébe. Amen. Isten áldjon titeket. Jövő héten folytatjuk a római levelet, ott, ahol abba hagytuk most. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Sziasztok!